Sziasztok, Delov Jávor vagyok, és itt vagyunk a MIPA backstage-ében, nem akármilyen helyszínen, hát nagyon ritkán juthatunk ide be, földi halandóként, de nem véletlen, hogy itt vagyunk, ugyanis indul a Liszt ünnep, október 8-ától 24-ig fog tartani, és Liszt szellemiségét megtartva az egyik legsokoldalúbb, legszínesebb programmal rukkolnak elő a szervezők. Miért fontos ezt kiemelni? Mert hogy tulajdonképpen Liszt az egyik mozgatórugója ennek a fesztiválsorozatnak, de mégis nagyon fontos azt elmondani, hogy nem csak Liszt művei kerülnek fókuszba, úgyhogy találkozhatok könnyűzenei koncertekkel, jazzkoncertekkel, akár kortárs tánc előadásokkal, de még klipszemlével is találkozhatok a programsorozatban. Sőt, mindezt úgy, hogy nem csak a MIPA keretein belül, hanem Budapest szerte sok és többféle helyszínen, így például akár az Akvárium Klubtól az Eiffel Műhelyházig nagyon-nagyon sok felé. Nincs olyan fesztivál, amely ne bírna most már saját fesztiválhimnusszal. Fontos azért elmondanunk azt, hogy a Liszt ünnep is egy saját szignállal indítja ezt a programsorozatot, mégpedig Liszt által inspirált, Liszt Liprélüd darabja által inspirált szignálról van szó, melyet itt a zenészek már el is kezdtek feljátszani. A budafoki Doknányi zenekarról van szó, és Alpár Balázs az, aki újraértelmezte Liszt inspirációját, úgyhogy nézzünk is ide be, mert már jönnek ki a hölgyek, tartsunk csak szépen ki itt egy kicsikét az ajtót, hogy kiférjenek a hangszerek, és úgy látjuk, hogy igen, sok sikeresen alakulhatott ez a délelőtt, mert hogy már többféle verzióban is sikerült rögzíteni az említett szignált. Innen folytatjuk a beszélgetést, majd Hollerung Gáborral. Tartsatok velünk! Előbb már itt elcsíphettük a felvétel végét, tulajdonképpen egy különleges alkalomról van szó, hogy ezt említettük a korábbi bejelentkezésünkben, mert hogy ez a fesztiválnak, a Liszt ünnepnek a saját kis zanzásított himnusza vagy szignálja. Adja magát a kérdés, hogy mennyire segítség, vagy mennyire nehézség az, hogy ekkora múlttal már, amivel a zenekar bír, mennyire segítség, vagy hátrány az, hogy az eredeti művet ismeri mindenki, és mennyire nehéz ezt ebben a körülbelül félperces, egyperces, másfél-kétperces verzióban megszólaltatni? Valóban ugye a Liprélüdről van szó, amelyik a szignálnak a kiinduló pontja. Alpár Balázs nagyon, nagyon ügyesen és nagyon szellemesen játszik ezzel, hogy mindenki felismerje benne a Liprélüdöt. Gyakorlatilag koncertszerűen elsővel lehetett játszani a dolgot, de hát azért is sok érzékenység volt. Meg egyébként hát mindig vannak akusztikai nehézségek, mondjuk egy marimba például a színpad hátába játszik, a vonóskar meg itt játszik, a kettő között van mondjuk 12-14 méter, akkor azért sem én, sem pedig sem az én ütésem, sem pedig az ő hallás, egymás hallgatása nem segít. Itt akkor egy belső lüktetésnek kell lenni, ami mindenkiben egyforma, és nem hagyja magát, és a dologhoz igazolik. De hát azért ezek nem lehetetlen dolgok, azért egy jó zenekarnak ezt tudnia kell, és azért rettenetesen sokáig nem voltunk itt azért ma délelőtt, úgyhogy azt hiszem relatív jól sikerült ezt összehozni. Ha jól tudom, akkor három különböző verzió is készült, de akkor ez azt jelenti, hogy nem csak hozban különböznek ezek a verziók, hanem akkor stílusilag is eltérnek egymástól? Hát stílusilag talán nem. Úgy lehet mondani, hogy funkcióban. Úgy sejteni vélem, hogy van egy olyan, amire majd rá lehet beszélni, az azért halkul el. Ezeket nem tudom pontosan. Tehát a felhasználási logikája okán. Ugye egy másfél perces szignál az, sőt, bocsánat, nem is több, is még hát egy 100 másodperces szignál, az biztos, hogy nem szignál. Az valamilyen módon aláfestő zeneként is kell lennie. Például ebben a dologban van egy olyan verzió, hogy az első felében nem szólal meg a téma, tehát biztos, hogy a fölött beszéd lesz, és csak a végén fog megszólalni. Úgy gondolom, hogy az ilyen dolgoknak a funkcionalitása a legeslegerősebb szempont, és egy jó
alkalmazott zeneszerző is, mert ugye Balázs azért arról híres, hogy saját kedvére ír a darabok mellett rengeteg alkalmazott zenét ír, ami valamilyen használati célra születik meg, és akkor ezeket a dolgokat be kell lőjük. Úgyhogy ezek a verziók nem annyira stílusban, mint inkább felhasználásban különböznek, felhasználási lehetőségben különböznek egymástól. Komoly zenén belül mind a mai napig nagyon populáris Liszt. Mi lehet a titka? A leges legnagyobb tudása Lisztnek, hogy ő egyetlen zenei gondolatból, a léprelődbe, ebből a párhangból ez lesz szerelem, ez lesz idill, ez lesz harc, ez lesz diadal, és ez lehetne elbukás is, de az szerencsére nincs ebben a darabban. Úgyhogy Liszt azt mutatta meg, hogy bennünk van. A jó, a rossz, a remény, a kilátás, a harc, az elbukás, az újrakezdés, és a művészetében világosan megmutatta, hogy ez nem kívülről jön, ez belülről jön. A Liszt ünnep október 8-ától 24-ig tart, és tulajdonképpen a programsorozat egyik záróakkordja a Budafoki Dohnányi Zenekar koncertje lesz. Mire számíthat a nagy érdemű ezen az október 23-ai koncerten? Ugye itt a koncert egyik újdonság, egy új bőbemutatója, Szentpál Roland Berzsenyi Magyarokhoz című költeményére írt oratóriuma, ami egy monumentális, nem hosszú, de hatásába és eszközrendszerében monumentális oratórium, és egyfajta kérés is volt a léprelőt, hogy adjuk elő, ami egyébként október ezúttal nem Liszt okán került a műsorba, október 23-a okán, mert hiszen talán a ti generációtok már nem, de én is persze már akkor még picike voltam azért, de azért hát azt tudjuk, hogy két mű szólt reggeltől estig a rádióban, az Egmond Nyitány meg a Léprelőd, és a Léprelőd nagyon jól találták ezt ki mind a két műnél egyébként. Bocsánat, tehát az 1956-os október 23-ai rádióadásra utalva, ugye jól gondolom? Nem csak a 23-ai, hanem ugye abban a 2-3 hétben. Abban a reggeltől estig ez ment egyébként, mert nem is volt minden elérhető, meg hát azért ezek borzasztó erős darabok. Szóval a lényeg az, hogy ez talán október 23-a miatt kerül bele, és hát na hát, ugye a szignál is ugye azért értelemszerűen a léprelődből származik. És hát ehhez egyébként, miután azért ez valamilyen módon a magyar szabadságról és a magyarságunkról szól, Bartóknak azt a művét választottam, ami azért Bartók által tulajdonképpen már nem vállalt az életművében, mert ezt még az Opus 1 előtt írta, de akkor is az életművének egy legkiemelkedőbb alkotása azért, az Kossuth szimfónia, ami velejéig romantikus. Ez a Kossuth szimfónia is zseniális a Bartók életmű teljes fényében is, és ezért úgy gondoltuk, hogy érdemes eljátszani, imádnivaló alkotás. Természetesen, mint az egész magyar történelem, ez is egy kicsit szomorú dolog, hiszen nincs jó vége, igazán a Magyarokhoz című művének sincs idézőjelben happy endje, egyedül a léprelődnek van happy endje, ha szabad így mondani, de azt hiszem október 23-án mindig érdemes szembenéznünk a magyar történelemnek az ellentmondásaival, a kudarcaival, a meg nem valósul dolgokkal, és ebből a szempontból azt hiszem, hogy ez a koncert egy méltó program lesz minden ilyen gondolathoz. Nagyon szépen köszönjük, hogy ma velünk tartottatok, és hogyha felkeltettük az érdeklődéseteket, akkor bátran látogassatok el a lisztünnep.hu oldalra, természetesen ér feliratkozni a Liszt ünnep YouTube, illetve Facebook csatornájára is. Hamarosan újra fogunk jelentkezni egy újabb, nagyon izgalmas és különleges bejelentkezéssel. Tartsatok akkor is velünk, köszönjük még egyszer, hogy ma velünk tartottatok. Sziasztok!